Üdvözlünk a Vacsmozsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával 5 újabb balhét és botrányt mutatunk be, melyek a magyar TikTokon történtek. Hát gyerekek, itt elnézve a TikTokot, ez nevetséges már, amit itt művelnek az emberek. Hát nem tudom, szóval itt azért egy jó páron megérdemelnének ugyanúgy egy 72 órás gyorskocsi vigyorgót. Sziasztok, én Zsombor vagyok, és ebben a videóban 5 olyan incidens gyűjtöttünk össze, amelyek az előző TikTok botrányos videónk óta történtek a platformon, legyen szó botrányos viselkedésről, kijelentésekről, vagy TikTokerek közötti konfliktusról. Ha még nem láttad ennek a témának az előző két részét, akkor a leírásban természetesen megtalálod azoknak a linkjét is. 5. Telefonlopás élőadásban. Kafka Mercedes internetes életéről már több videónkban is beszámoltunk. A hajléktalanként élő nő számos videójával kiverte már a biztosítékot a nézőknél, és méltán kapott helyet a legbotrányosabb magyar élő videósok trónján. Az utóbbi időkben a YouTube-ról inkább a TikTokra átigazolt Merci picit nyugodtabb és kultúráltabb oldalát mutatja meg, kivéve persze, amikor élőadásban ürít a nyílt utcán és különböző kapualjakban, de alkohol hatás alatt szinte egy teljesen más énje kerül előtérbe. Szeptember 13-án eléggé illuminált állapotban jelentkezett be élőadásban a budapesti Jókai térről. A pázsiton ülve kezdett el alig érthetően beszélni, majd táskájára hajtva fejét lefeküdt aludni a forgalmas közterületen, miközben a TikTok Live tovább folytatódott. Több 10 percen keresztül csak a felhős égboltot és a képbe belógó soproni sörös dobozt lehetett látni, míg nem egyszer csak azt láttuk, hogy valaki felkapja a telefont a földről, zsebre rakja és elsétál vele. Merci pedig mit sem sejtve tovább alszik. Aztán persze rövid idő után egy másik készülékről bejelentkezve tajtékzott, az ellopott telefon. Oda jöttök ellopni a telefonomat? Oda jöttök! Oda pofátlankodtok! Ellopni a telefonomat! Ember, gondolkozzál már! Hát mi ez, b***nek, ha már nem a legalja a szarosságotoknak? Undorító bocskos férgek, b***nek! Egytől egyig! Egyébként nem ez volt az első alkalom, amikor élőadásban lopták el a telefonját, miközben ő teljesen ki volt ütve, és elmondása szerint pont ezért nem iszik már egy ideje, hogy ilyen többé ne fordulhasson elő. Végre egy jó döntés, Merci. 4. Bari Rozi vs. Privát Szabina. A Bari Rozi jó elküldött anyjába téged a live-jába, miután mondtad, hogy primitív. Hát az is primitív, ahogy beszélt, egy igazi primitív bulla. Akár Bari Rozira, akár Privát Szabinára gondolunk, egyikőjükről sem az jut az eszünkbe, hogy egy csendes, szerény és visszafogott személyiség lenne, ellenben mindkettő harsány és nem rejtik véka alá a véleményüket. Bari Rozália, csináltasd meg a lógó zacskóidat, ha annyi pénzed van, de valószínű, hogy nincs, azért jársz hamis gagyi aranyba, hamis gagyi más ruhánba. Látod, kicsim, tőlem vehetsz példát. Korábban jó kapcsolatot ápoltak, azonban később megromlott a viszonyuk. Na, sziasztok drágáim, hát megint nem maradt tőlem ez a tors szülemény, én igenis vállalom magam így is, úgy is, nincs szégyeni valóm, hogy én összezárjam a lábam, mert f***an alattam, nincs olyan szám, mint az aranyér, úgyhogy te szégyeld el magad, szerintem téged, mikor anyukád megszült, bedobott horrorfilm szereplőnek, vagy nem tudom mi a gyásznak dobott be, de te azt se tudod, hogy kihez tartozol. Nagyon gyorsan szálljál le rólunk, te maskara g***i, mert még bohócnak se vagy jó. Elkezdték egymást úcsárolni, majd Szabina a Rozi származására is tett egy-két sarkallatos kijelentést, sőt az egész roma társadalmat minősíthetetlen szavakkal illette a platformon, amelyre aztán többen reagáltak is. Hát az összes roma azt mondja, hallják meg! Miért nem haltok már meg? Mit büdösítitek itt a TikTokot? Olyan büdös szag van, hogy csak na. Majd több körön keresztül ment az egymásnak való üzengetés, egymás külsejére történő beszólogatás és gúnyolódás, végül pedig Szabina úgy döntött, hogy elhagyja az internet világát és visszavonul. Bár ehhez azért nem feltétlen Bari Rozi kellett, hanem inkább a koromházi Por Krisztina nevű felhasználó és a Szutyog Szabi oldal, erről viszont már az előző videónkban beszéltünk. Nem szégyeled magad? Mert már szégyelünk eléggé. Na visz, hal! 3. Loka Pantera, az elégedetlen NPC királynő. Na küldjétek az ajándékokat, de nagyon gyorsan, mert mindenkit kitiltok innen. Azonnal!
Loca Pantera 2019 óta van a köztudatban, amikor is az akkori X-faktorban a mentorok véleménye miatt földhöz vágta a mikrofonját. Ezután a közösségi médiában próbált és próbál meg érvényesülni a mai napig, azonban a szókimondó hölgy azóta sem balhéktól mentes. Többször is szóváltásba keveredett már más tiktokkerekkel, köztük a Jampi nevű felhasználóval is, aki szintén megéri a pénzét, viszont az utóbbi időkben Loca Pantera meglovagolta a külföldön már eléggé népszerű NPC live trendet. Ennek lényege, hogy az adott illető a live alatt úgy viselkedik, mint egy olyan videójáték karakter, akivel nem tudunk játszani a játékban, de a különböző ingerekre előre megért reakcióik vannak. Tehát az NPC tiktokkerek a live-ban kapott ajándékokra reagálva ugyanazokat a szövegeket mondják el és mozdulatokat hajtják végre, ezzel azt a hatást keltve, mintha robotok lennének, amelyeket a nézők irányítanak. Gyöngyöm! 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 Oh my god! Hagyjátok! Itthon Loca Pantera kezdte el ezt az egészet, és ahhoz kétség sem fér, hogy nagyon odafigyel a részletekre. Minőségi smink, megfelelő háttérzene, azonban elég hamar elégedetlenné vált a kapott ajándékok értékével. Konkrétan kérdőre vonta a nézőit, hogy miért csak rózsákat és TikTok jeleket küldenek neki, és elvárja, hogy nagyobb értékű ajándékokat kapjon. Egy gárnya büdös tróger mocskos vagytok. Gyűlölöm az embereket. Egytől eddig. Mindegyiket senkiházi tróger magyarok. Szart nem érdemeltek. Tudjátok, mit érdemeltek ti? Az, hogy vissza fogom rakni, korgi a beköszön, az kiszarhattok. Meg az egész TikTok csatorna kiszarhat. Többször trágár szavakkal illette a nézőit és kijelentette, hogy nem hajlandó reagálni a kísértékű ajándékokra és szégyeljék magukat, akik ilyeneket küldenek neki. Egy csöves, egy kointos nem fogom bemondani. Aztán a párja is becsatlakozott ezekbe az adásokba, aki osztja a nő véleményét, és már együtt elégedetlenkednek a szerintük hozzájuk méltatlan ajándékok miatt. Én csak így csinálok. Majd ha bejön nagyobb ajándék, az akkor reagálok. Második, Norina vs. Sandy. Talán egy top 20-as lista kellene ahhoz, hogy összegyűjtsük Norina Diamond balhéit, de az utóbbi időkben a Hangácsi Sandival történő vitájuk kavarta fel a port a TikTokon. Sandy és Norina sokáig jó barátságot ápoltak a platformon, számos közös live-juk és meccsük is volt már, azonban nemrég egy ajándékozó gyújtotta meg köztük a görög tüzet. Sandy és Norina is azon TikTokerek táborát erősítik, akik hatalmas értékű ajándékokat kapnak a nézőiktől, ami nagyon fontos számukra, mert ezek alapján lépnek minél feljebb a rangsorban, és lesznek minél értékesebbek a TikTokon. Adódott egyszer, hogy egy közös meccs során Sandy egyik fő ajándékozója Norinának küldött egy nagyobb ajándékot, amiből aztán egy hatalmas veszekedés lett, mert Sandy úgy gondolta, hogy Norina bérelte fel a Vanessa nevű lányt ő ellene. Norina, de normális, hogy a Vanessa ellenem küldi az ajándékot, ennyire mocskosak ne legyetek már. Én hányszor tűrtem azt, hogy orosz lány dobott ellenem, mi? Kicsoda? Itt ültem, ugyanúgy veled ember, itt ültem, de a Vanessa nem a párod, a Vanessa lényegtelen, vagy mit csinál? Lényegtelen! Majd teljes személyeskedésbe torkollott ez az egész, és megromlott kettejük kapcsolata is. Norina még személyesen is elment Sandyhoz, amit szintén élőadásban követhettek végig a nézők, és sokan azt hitték, hogy verekedés lesz belőle, de szerencsére ez nem így történt. Na, mondd el, mit szeretnél. Én nem nyitom ki a rácsot. Norina a fiókját végül megszüntették, amiért Sandyt okolták, de ő tagadta az egészet, és végül ez a balhé teljesen megosztotta mindkettejük követőtáborát. Aj, rettenetes ez az egész. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangombat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első, a Rozika néni jelenség. Ha van valaki, aki teljesen felforgatta a magyar TikTok világát az utóbbi időben, akkor az Rozika néni. Rozi néni tavaly ősszel lett országosan ismert, amikor egy kétségbeesett videóban panaszolta el, hogy milyen nehezen tud megélni. Akkor rengetegen akartak segíteni az idős hölgynek és párjának, András bácsinak. Azonban rettenetesen alpári stílusban képesek megnyilvánulni az élőadásaik során, de persze ehhez hozzátartozik az is, hogy a nézőik írtó gusztustalan módokon provokálják őket. Már lement el a bizére. Adjon ki a szemetök, tűnjetök innét elfelé, kiabálatos k***tok hívott be. Gyakoriak a szexuális jellegű kommentek, a magánéletükben való vájkálás, és azzal fenyegetik őket, hogy oda mennek a házukhoz. Tényleg ezek birkák, ezek mindig másnak a
a p***jával foglalkoznak. Ezeknek nincs másra gondjuk, csak ahogy mennyi az én nyugdíjam. Rozika néni ezeket a kommenteket természetesen érthető módon nem viseli túlzottan jól, azonban nem is kezeli megfelelően őket. Ritkán hallani egy idős embert ilyen módon megnyilvánulni, főként egy olyan platformon, amelyen a fiatalok vannak túlnyomó többségben. Viszont a legszürreálisabb az egészben, hogy az orbitális káromkodásai és kiabálásai közben bármikor küldenek neki ajándékot vagy támogatást, azt normál hangnemben képes megköszönni. Megvan a bája az egésznek, de azért sokszor mégis bicska nyitogató magának a hölgynek a stílus, és úgy unblock az egész chatfal is. Rohadt tetvesdők! Köszönöm a rózsát! Milyen TikTok balhéról maradtunk le az elmúlt időszakban, és ti melyiket követtétek figyelemmel? Írjatok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!